Az Eleosszal és a Szaká Metállal ismét készültünk nektek egy kis jariszos promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szaká Metál webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Amon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Amon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni, szerezzétek meg! Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai vendégei José és Kodi. Sziasztok. Köszönöm, hogy el tudtatok jönni, azért ezt nem volt egyszerű leszervezni. Köszönjük a meghívást. Elsőre inkább Kodival, mert veled már beszélgettünk jó sokat. Hogy kerülsz be egy ilyen közegbe? Hogy lettél rész ennek a társaságnak? Egy álláshirdetésre jelentkeztél? Nem álláshirdetés volt, régi barátság, számítógépes játékokon keresztül. Megismerkedtünk 15 éve. De ez a melegpárkereső aztán... után volt. Igen, ott kezdtük a beszélgetést, és aztán játszottunk. Ma feltűnően gyakran térünk ide vissza, mert az első páros is a melegpárkeresővel jött. Na de... Lehet, velük is jobban vagyunk. Mindenkivel. Mindenki barátja mindenkinek. Milyen volt ebbe belekerülni? Ugye, nyilván az, amikor az ember otthon saját szórakozására, vagy esetleg a haveri körben csinálja ezt, az teljesen más, mint amikor fel kell építeni egy rendszert és tolni. Jó, nagyon szeretem egyébként, mert izgalmas projektek vannak, mint például ez is. Aztán igaziból minden. Tényleg nagyon változatos a munka, ezt szeretem benne igazán. Elindult most ugye a podcast. Uh-huh. Meghallgattam pár adást, és hogy ez most egy ilyen, hát hozzád mérten egy nagyon visszafogott, ilyen majdhogy nem halkszavú dolog. Ez egy ilyen tudatos? Figyelj, az igazság, hogy én azt látom, tudod, hogy igénye van az embereknek a hasonló formátumra. Én nem szeretem amúgy. Én nem tudom, az én ADHD-s vagyok. Én egy beszélgetésben is 10 percig tudok figyelni, és utána a gondolataim... Igen, már mondani is akartam. Szóval, ja, valahogy ez nekem így nem fekszik, de az emberek szeretik, úgyhogy állásfoglalunk bizonyos témákba. De mondjuk az nem most indult, hanem 2 éve, viszont most sűrűbb lett. Tehát heti 2 van. Ez inkább Kodinak a reszortja, ő tud olyan történeteket mesélni, aminek a felénél már nem tudom, hol járok, de nézőknek tetszik, szóval azért ez a lényeg. Úgyhogy. Mi ebben a tudatosság? Tehát, hogy hozod a témákat, felkészülsz és azt rakod be? Tehát van valamiféle szerkesztése ezeknek, vagy csak leültök és ami jön? Hát igen, egyébként témákat hozunk, de azért javarészt inkább ez ilyen, hát ilyen saját tapasztalatok, mi történt velünk. Ugye, hogy kiket láttunk boxolni a TikTokon. Meg ilyenek, tehát igen. Nem is akarok. Melyik állatkertbe jártunk a hétvégén a családdal, igen. Meg ilyenek. Igaziból minden. Ezt én azért szeretem pont, mert tényleg mindenről szoktunk beszélni. Hát igazából ez inkább csak rólunk szól. Ha van valami nagyon olyan dolog, tudod, olyan hír, vagy olyan történés a világban, ami felkavar bizonyos állóvizet, akkor beszélünk róla, de általában inkább rólunk szól, hogy milyen tapasztalásaink vannak adott témában, vagy mit tudom én. Tehát, hogy boldog-boldogtalan podcastezik. Van, aki napi műsort csinál ebből, van, aki hetit, van, aki havit, van, aki úgy csinálja, mint a Friderikusz, mint a Partizán, van, aki úgy, mint a VR-ék, vagy éppen jól van ez így. Van még amúgy hely ezen a... Tehát, hogy elfogyasztatatlan mennyiségű tartalom keretkezik az interneten. Tehát tudtok, de ez az Ember Brand viszi el, vagy te viszed el, ti viszitek el, vagy pedig tudtok még valami újat adni? Ezt nem tudom, ezt talán a nézők tudják megmondani. Szerintem, ez, mikor belekezdesz valamibe, akkor ez az első dolog, amivel találkozol, hogy a piac nagyon telített, legyen bármi. Mindenki ezt fogja neked mondani, de szerintem ez egy fasság. Uh-huh. Szóval, ha valamit nagyon akarsz, és tényleg szereted, akkor úgyis kiukadsz valahova. Szóval mindig van hely szerintem. A nagyon akar dolgok. Ugye szó volt itt az energiaitalról, hoztál nekünk kicsit, amit köszönjük szépen. Egészség. De hogy ugye ez is egy rendkívül telített piac, és azt többször el is mondtad, hogy ebbe azért úgy mindent egy lapra. Igen. Hogy ez egy ilyen mindent egy lapra művelet volt a te tőkéddel és hálóddal, de akkor ez most bevált elég erősen, látjuk a apróbb jeleit. Á, leasinges az is, leasinges. Mert nincs fizetve holnapok volt, nem igaz? Amúgy igen, hát amikor elkezdődött az egész sztori, akkor pont akkor sikerült azt elérni, hogy vettem egy ingatlant, ami felújításra szorult, mert minden, de még egy hete fizettem ki, de már aláírtam, hogy ha nem úgy működik, akkor viszik.
De működik. A kérdésem ugye az lenne, hogy mi lesz a következő termék? Mert ugye úgy látszik, hogy ezt már így erősen kimaxoltad. Igen. Ugye országos hálózati terjesztés és egyebek. Ruhamárka? Lesz esetleg? Az egyébként van. Nyilván ez az emberbrenddel együtt jött. Uh-huh. Nem tudom, vannak ötleteink, hogy mit kéne még csinálni, vagy hogy csináljunk-e. Most mi inkább... az ötlet? Valamit így? Nem mondok el semmit. Nem mondok el titkokat, sem. Nem tudom, hát figyelj, most így figyeli az ember, hogy mik a trendek. Tudsz-e vele azonosulni, vagy nem annyira? Lehet, hogy most itt nagyjából így a nem annyira inkább igaz. Nem tudom, így most el vagyunk, aztán nézelődünk. Mindjárt letelik a 10 perc, úgyhogy még egy kérdés. Te ugye egyszer a Remmel eljöttél a tulajapályámba, és ott ugye mentél egy próbakört az autóval. Ja. Akkor beültél, elfeküdtél, és ilyen targoncásba, igen, azzal a 6 méteres döggel körbefűzted úgy a pályát, hogy semmihez nem értél hozzá, és gyors voltál. És mindenkinek leszakadt az arca, hogy bazeg a Zsozé tud vezetni. És akkor beindultak a kamerák, igen, jött az élesvedet, és végigborítottad az egész pályát. Melyik Zsozét kapjuk ma? Hát figyelj, én már az, sokat alakítani nem tudunk rajta, mert már sikerült, ahogy láttam. Van ennek egy hátulja, igen, és az sértetlen. Maximum azt. Nem tudom, hogy nem is volt bennem izgalom, szóval nem is az izgult, de nem tudom, mi történt. Fasz tudja. De meglátjuk, mi lesz. Lehet, hogy egy konzervdoboz lesz a vége. Kodi, melyiket vállalnád szívesebben, a kormányt vagy a pedálokat? Hát... Most csináljuk, mintha még nem mondtad volna, hogy én vezessek. Igen. Pont ezt akartam, hogy miért az elején ugye beszéltük, illetve útközben is én már felhoztam a témát azért, hogy én inkább a pedálokra vállalkoznék. De aztán cserélhettek is. Pont ezt akartam, ha véletlen nem, akkor meg cserélünk. Lehet. Jó. Én azt gondolom, hogy akkor tegyétek magatokével a járművet. Igen, ez Okay. Az a gáz. Elnézést. Az a gáz. Itt meg van cserélve a pedálfél. Most mentem. Annyira jó, hogy készültetek, de igazából annyira végig sem készültetek. Igen. Ez a legjobb. Így megyünk balra, igaz? Ez mi volt? Minden, de törődj vele. 3, 2, 1, rajt! Fény! Az be! Az egy nagy volt. Mennyi? Jó, izé. Várj. Jó, lesz. Baszik, de lassabban, Kodi! De mi lassabban? Kegyérgőz, mennyi! Jó, nagyon jók vagyunk. Hát ez világbajnok lesz. Várj, állj meg! Jó, nyugi! A bűnös kurva, állj! Várj, leveszem! Vissza! Mennyi! Állj meg, jó! De oda az ügy itt! De most várj! Arra tekerd, igen. Mehetsz. Ja? Hé? Szóval ez nagyon messze van. Vissza! Várjál, mert nem tudom, hogy... Arra majd. Jó? Oké, mehetek? Jó, mert előre. Mi arra a tekertek? Nagyon jó vagy, Kodi! Oké, basz meg! Várjál, mi van most ilyen? De ne izgulj! Nyugodj meg! Jó, de várjál, Zsizi, mert rossz felé tekerted a kormányt. Jó, álljunk ide. Jó, figyelj. Oké, most... Ne törögjél túl, basz meg, Kodi! Igen, jó lesz. Dolázunk is egyet. Jó, állj! Nem lesz. Ez láttam. De passz meg! Most egy előre. Olyanok vagyunk, mint a izébe. Jó. Várjál. Nyugodj meg! Én nyugodt vagyok. Fék. Nézzük jó meg. Lük, mehetünk hátra? Igen. Hol van az a szar? Ó, itt rohadt messze van amúgy. Látod? Mi a helyzet? Most jó. Várjál. Még egy picit. Hát te veszed az ugrászt. Oké. Jó, lassan. Jó, mehet. Baszik, pedig a start olyan volt, Kodi, baszik, mint egy apás szülés. Várj, baszik. Semmi baj. Jó. Várjál. Mehet. Hadd kövibe, ez nagyon jók leszünk. Ám ez a szegő körünk. Nem, egy a palasz, ne elbasz. Most meg kell izélni, kerülni. De meg kell kerülni. De meg kell kerülni, igen. Baszd meg! Várjál, ez jó lesz? Jó, vissza hátra. Ja. Jó. Baszd meg, várjál! Várok. Mondok. Nincs szervó? Nem a szervó a baj, bazzak, hanem egyből indulsz is. Az agyad egy... Most erre kell menni. Igen. Érted? Aha. Széthullasz. Jó, és akkor fék.
Hát ez easy volt, Csizi. De az a baj, hogy te reflexből nyomod, én meg hiába rángatom azt meg. Hát elfelejtem, hogy nincs oda geci. Hát igen, mert én meg haladni szeretnék, csak... Értelek. Egy kis pirt látok az arcotokon, megnézzük. Az a baj, hogy a klímát hiába kevert keresünk. Igen, a másikban voltam úgy, sajnálom. Hogy értetek, meg milyen volt? Azt néztem, hogy elefőre simán felvetted a ritmust, az patika volt, aztán hátul kezdődtek úgy a bajok. Igen. Igen. Mert a kollega izgult, én nem tudtam merre kell izélni, és teljes káosz, izzadó, mint kurva a templomba. Nehezen mondhatnám volna szebben. Ugye? Azt hiszem a rajtba, aztán menjetek. Én azt javaslom, hogy a felállás maradjon ugyanez, és meg fogjuk jól csinálni. Jó? Nekem vannak aggályaim, de jó. Ebből az irányból kéne kerülni, ahogy mint ezt a picit benéztél. Igen? Igen. Így kellett volna? Igen, erről is ide vissza. De jó, ma is. Ezt fogjuk, hogy igyekszünk. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt. 3, 2, 1, rajt! Milyen óvatos van? De a nyugodtság a lényeg is, igen, nyugodtság. Figyelj, mint a nyugdíjasok, végig autókázol. Figyelj, ezt levesszük. Így, nyomja, Csizi, nyomja. Easy peasy. Ez az. Figyelj, tényleg, ilyen nagyon óvatosan. Csizi, hibátlan kör lesz. Szóval lassítok, közel majd így az van. Ajtó a izéhez. Figyelj, nagyon közel, jó? Jó. És érkeznek a Manna ABC feladathoz, azt a betyár mindegy, gyönyörűen videtették az asztal mellé, kezdik a tolatást. Beteszem lükvercbe. Most eljárak ki. Igen. És nem szép lassan oda beátizélünk. Lassan, mert nem látom a lóharagbe. Az messze vagyunk, mert előre menjek kicsit? Aha. És hogy szeretnéd? Előre, jó. Oké. Verjél lükvercetek. Verjél, bassz meg! Tolatok. Ez jó lesz, Zizi, csak tedd egyenesbe, tedd egyenesbe. Még nem kell. Mennyi, hát látom, balszul neked. Koldi szelmem a pályán. Ki ezt lerakom? Azt mehetünk is előre fele. Figyeld, szép nyugdíjas vagy. Figyelj, nyúl a hurokba. Ennyi, bassz meg. És úgy tudod, balról kereljük a gumit majd a végén. Ja. Hiba nélküli lesz, Zizi. Arról! Nem, arról! Arról, menjél már! Rossz irány! Nem! Szerintem nem! De! Szerintem! Állj! Jó, előre! Gyerünk, Kodi, nyomod! Jó lesz! És itt nagy gázhozunk, figyelj, Zizi! Ping! Ó, bassz meg! De szem rossz felől kerültük a gombot. Szerintem nem számít, mert ugyanaz a táv. Nem számít. Most rossz felül kerültük a gumit, vagy nem? Igen. Mi volt a kérdés, uraim? Hogy rossz irányból igen. Kerültük? Ezért mutattuk hevesen, hogy erről. De nem volt hiba, és az idő 1.48.55. Az nagyon jó, nem? Eszem is növek. A De Agostini ismét kiadott egy nagyon ízléses modellt, ezúttal a Halálos Iram második részéből, Paul Walker karakterének az autóját, egy Nissan Skyline GT-ért, ugye ezzel az autóval ment a film elején. Na most a modell meglehetősen impresszív, 1.8-as méretarányú, azaz majdnem 60 centi hosszú, több mint 20 centi széles és több mint 15 centi magas. Tehát azért ez már egy jó méret. Mint azt látjátok, be van neonozva, akár csak a filmben, nyílik az ajtaja, a csomagtartója, a motortere, kidolgozott motortere, van neki egy elég jól kinéző darab. Érdekes amúgy, hogy ezt az autót a film technikai tanácsadója Craig Lieberman adta kölcsön a produkcióhoz, övé volt az első legálisan importált GTR Amerikában, igaz, akkor még fekete volt, amikor ő ezt az autót megépítette, a film kedvéért átfestették. Az is kevéssé ismert tény, hogy a filmhez további 4 darab valódi Nissan GT-ért kellett vásárolni és importálni Amerikába, mert egyszerűen olcsóbb és egyszerűbb volt ezeket az autókat gyárilag megvenni, mint GTS-eket átalakítani, hogy úgy nézzenek ki, mint a filmbeli autók. 3, 2, 1, rajt! Ez az idő? Baszik, elbasztuk. Aha, várja. Hát ez nem lesz jó. Igen. De jó. Basz, semmi nem történt, basz meg. Azt mondták, a gumi nem számít. Lassabban kodját, basz meg. Olyan geci, mint egy kalózhajó feszíti, hogy játék van egy geci. És akkor szépen oda. Hol a palack? Nem vitték hát a palackot. A palack nincs átvéve, bátya.
Csalás, plusz 5 másodperc! Megóvjuk ezt a kört! Mennyi? Persze, persze! Az üdítő visszajelzése elmaradt. Várjál. Nem jó, nem? Amara, ah, igen, az jó. Nagy, jó, jó, jó. Azt a kurva! Ennyi hátra most már. Hátra? Előre? Ne? Merre menjünk? Szeretnél venni? Merre? Széthullottuk, bazd meg! Jó, de az ütőítő tehet róla. A palac. Ez a te hibád. Gyomjad. Ég. Azt meg. Oké. Jó. Nagy lendület, figyelj, ízik. Kéziféket használjuk a végén? Be, nem, menjél. Farolj be a végén, majd kéziféke, Zsizi. Ott a guminá! Menjél. Tudod, így teker. Te, Zsizi. Igen. Már nem emlékszem, merre kell. Igen, jó. Jó, mi az? Basz! Jó. Beszöltem. De csak összehoztuk. Rak P-be. Ne foglalkozz vele! Nem hittem el. Azt hittem, kibírja a napot, de hát basszus. Hagyd a fenébe! Hogy... Már nem akarom mondani, a trófeát szereztünk. Ja. Állj kérlek oda a kollégád mellé. Aha. Jó lesz, nem? Igen, visszük is. Egész nyugodtan. Nem igaz. Ide letesszük nektek ajándékba. Óvatosan, hogy meg... Mindegy. Ugye? De szem jobban is néz így ki. Muti? Na tényleg amúgy. Így egy kicsit hülye gyerekesebb. A vászín már lehet is durrogtatni. Mondjuk ezt a végét, ezt azért odaszúrtuk szerintem. Nagyon jó volt. Akartam mondani, hogy elhatározottság, elhatározás az volt. Tehát nem engedtétek fel. Igen. Nagyon szép volt, azt kell, hogy mondjam. Az a harmadik kör, ez egy 1.44. Egy darab hibával itt a végén, amikor itt beleértetek. De a palasz nem volt ott. Így van. Ezért jóvá írtunk egy másikat. Ezért a hátsó hordó döntést azt jóvá írtuk. Mondjam az időeredményt, vagy igazából az nektek annyira nem is számít. Engem érdekelne. Úgy indultatok egy 2.48-al, 7 hibával, volt egy 1.48 egy hibával, meg egy 1.44 szintén egy hibával, tehát ez az 1.49, ez a vége, ami basszus egy teljesen jó eredmény. Váratlanul józan voltál, vagy nem tudom, hogy minek tudhatjuk ezt. Most az, amikor jöttünk föl, akkor Kodi mondta, hogy nagyon fontos neki ez most. Én általában mindig utolsó akarok lenni, pont ezzel rögtünk az előbb. És most ezt próbáltam teljesíteni, mint egy jó gyereknek a kívánságát, úgyhogy... Köszi. Kedves tőled. Egy dolgot hadd kérdezek még meg. Sok ilyen hozzátok hasonló léptékű youtubernél van az, hogy egyszerűen megteremt magának egy akkora személyes nyilvánosságot, hogy már úgy nem megy el így ilyen helyekre, mert hogy megvan neki az a saját felület, ahol meg tud mutatkozni, és hogy téged viszont akárhányzor felhívlak, persze, hanem jövök szívesen, hogy miért? Ez volt az utolsó, nem viccelek. Ezért tudják, hogy számról hívlak. Igazából ennek nem mondanám, hogy ilyen nagy oka van. Mondjuk az ember miatt reklám, nagyon jó üdítő és energiaital így álltok, de hogy úgy, nem tudom, ha úgy érzem, hogy egy olyan projekt, ami érdekes, vicces vagy fasza, akkor miért ne? Megtisztelve érezzük magunkat. Arról már beszélgettünk, hogy merre tovább, úgyhogy egy dolgot kérnék még tőletek, hogyha megtalálom a tollamat. Dani, odaadnád a tollamat, kérlek? Hogy légy szíves, szignózzátok a géptetőt, mert ez majd egy jótékonysági járvás. Az előzőt is adtuk ment a gyermekkórháznak. Úgyhogy kérlek, akkor növeljétek. Kétszer aláírjuk, hogyha kell. Növeljétek. Hol írjuk alá, mindegy? Itt van még egy üres mező, itt van ott is még hely, ahol nektek. Én leszek a szerényebb, neked marad egy teljesen üres mező. Köszi. Írd létszik, hogy a Zsuzsé környékére, és akkor ja, mindegy. Ja, összefirkáltad, baszd! Jó, majd oda is odaérjük az időeredményt. Akárhogy is, bármerre mentek, további tartalomgyártással meg akármivel. Köszönöm szépen a meghívást. Hozzá, köszönjük szépen, és köszönjük, hogy itt lehettük. Puszi-puszi nyálcsere, meg mindig. Köszönjük az ücsit. Igazán nincs mit.